Sziasztok, engem Jancsovics Máténak hívnak, más néven The Hybrid Drummer. Itt vagyok az Intermusica hangszerboltban, ahol fogok nektek dobolni egy kicsit, ilyen elektronikus zenei stíluson belül, amit én szeretek csinálni, és ezen kívül be fogom nektek mutatni valamennyire a nemrégen megjelent kottámat, aminek az a címe, hogy Four on the Floor, és ha velünk maradtok, akkor még lehet, hogy nyerhettek is ebből egyet. Ha valaki szeretne ebből egy példányt ingyen, akkor csekkolja az Intermusica Instagram oldalát, és ott lesz egy poszt, ahol le van írva a menete annak, hogy hogy juthatok hozzá egy könyvhez ingyen. Hát a hibrid dobolásnak az a lényege alapvetően, hogy akusztikus és elektronikus dobokat használok egyszerre összevegyítve. Tehát, hogy se nem az van, hogy csak egy akusztikus dobon dobolok, se nem egy ilyen full elektromoson, hanem a kettőt ötvözöm, ami az én esetemben úgy néz ki, hogy az akusztikus lábdobon és a pergőn vannak triggerek, amik bemennek egy dobmodulba, vagy egy trigger modulba, és ezekkel tudok extra hangmintákat hozzáadni az egyébként teljesen bemikrofonozott dobhoz. És még ezen kívül SPDSX-et, meg különböző Roland ütőfelületeket szoktam használni, amiket így be tudok vonni a játékomba, és egy organikus, de mégis elektronikus hangzást tudok így létrehozni. Igen, tulajdonképpen igen. Én csak úgy láttam a neten, hogy van ez az országos Roland V-Drum verseny, felhívás, és akkor gondoltam, hogy jelentkezek erre, mert miért ne, és akkor ide jöttem be ebbe a boltba egyébként, és itt vettem fel a jelentkező videómat, és akkor sikerült ezt a versenyt megnyerni, és kaptam egy elektromos dobot, egy Roland TD9-et, és akkor azon is sokat gyakoroltam otthon, így önmagában, de utána elkezdtem azt is, vagy azzal is kísérletezni, hogy tudnám ezt beépíteni az akusztikus dob mellé. Szóval gyakorlatilag már ott elkezdődött ez a hibridkedés, csak akkor még nem annyira értettem hozzá, és így próbáltam a padokat beépíteni, de ilyen rengeteg kábel lógott, meg így nem tudtam jól megkeverni, de ilyen ötlet csírák már megvoltak, hogy miket szeretnék megvalósítani. Szóval abszolút, ez 2010-ben kezdődött ez az irányzat, hogy nekem ez nagyon tetszik, hogy akusztikus dobon szeretek játszani, de valahogy belevonni az elektronikus hangzást. Igen. Én akkor megnyertem ezt a versenyt, és utána egy évvel később, mivel itt összebarátkoztam a Nagy Sanyival, meg a Rolandos arcokkal, ezért ők később megkerestek engem, hogy nem lennék-e bemutató ember. Mert az aktuális demonstrátoruk, ő ott hagyta ezt a pozíciót, szóval elvileg szimpatikus voltam nekik ott a versenyen, és akkor utána megkerestek, hogy legyek én az új bemutató ember. Nekem nagyon tetszett ez a felkérés, és akkor így kezdődött velük a munkám, hogy ezt sok évig csináltam, hogy mindig a legújabb hangszereket kellett bemutatnom különböző ilyen hangszerboltokban, vagy ilyen kereskedő találkozókon, és akkor ez tök jó volt nekem, mert mindig találkozhattam a legújabb kütyükkel, ezeket meg kellett tanulnom, fel kellett velük készülnöm, és aztán folyamatosan így ezeket elkezdtem beépíteni a saját szettembe. És akkor ez azt hiszem, hogy 2012-ben kezdődhetett ez a közös munka, és ahogy így haladt előre, egyre jobb lett a kapcsolatunk, és aztán én amikor elkezdtem ezt a Hybrid Drummer brandet építeni 2018-ban, akkor addig is, és azóta is csak Roland cuccokat használtam, mert ezekkel nagyon elégedett vagyok, és akkor utána, ahogy így ez épült, sikerült a Rolandosokat megkeresnem, hogy igazából szükségem volt egy SPDSX-re, amikor bekerültem a Punaniba, hogy ott tudjam használni, megkerestem őket, mert tényleg már voltunk olyan viszonyban, hogy nem tudnának-e nekem adni egyet. És akkor végül is ezzel indult el így, hogy én ilyen Roland endorser is lettem. És azóta ez a viszony még inkább csak fejlődött, azóta folyamatosan így dolgozok velük, csinálok nekik videókat, kapok termékeket bemutatni, és így nagyon, nagyon jó viszonyt ápolok velük szerencsére. Hát nekem a hibrid dobszerkómnak a része az, van egy TM2 trigger modulom, van egy TM6-os trigger modulom is, mert két helyen van két setupom, és akkor mindegyikből kell, hogy legyen kettő. Akkor van egy oktapadom, egy SPDSX-em, és van még egy VAD 306-os elektromos szerkóm is. Úgyhogy meg emellett persze van egy kis BT, egy kis kütyű, kis peremtrigger, extra pedálok,
Szóval így van elég sok mindenem most már. Hát a kedvencem az a, hát szerintem az SPDSX, az a leguniverzálisabb cucc, mert az egyben tud lenni trigger modul, ütőfelület, még akár fülmonitor keverőként is tud funkcionálni. Azt szeretem nagyon meg a TM6 Pro trigger modult, mert az nagyon, nagyon sok olyan funkciója van, ami nekem hasznos. Például sok kimenete van, lehet vele. A kedvenc trükköm azzal, hogy a lábcinálványa lehet így, a lábcin pedállal lehet hangolni a hangmintákat. Azt nagyon szeretem csinálni. Az egy extra dolog. Egy érdekesség, amit szeretnék megmutatni a kombinált lábcin ritmusok fejezetnél, az az, hogyha a jobb és a bal kezet kiosztjuk két lábcintányér között, vagy két ütőfelület között. Itt most az elektromos dobon például nekem a jobb kéznél, itt a felső tamon egy lábcin, vagyis egy shaker hang van beállítva, a bal kézen pedig egy normális lábcin. És ha itt a megadott kézrendet csak annyit csinálunk, hogy ugyanúgy játsszuk, ahogy van írva, most figyelmen kívül hagyjuk a lábcin nyitásokat, csak a jobb kezet kihelyezzük a shakerre, vagy bármilyen hangforrásra, ami nekünk tetszik, a balt pedig hagyjuk a lábcinen, akkor már is kicsit fel tudjuk dobni és színesíteni tudjuk ezeket a groove-okat. Megmutatnék párat, például hármas gyakorlat a kombinált lábcin ritmusok közül így hangzik. Most ha csak egy lábcinen játszanám, az így szólna. Jó, akkor most még néhány példát nézzünk meg hasonló módon. Először most eljátszom csak egy lábcinnel, aztán pedig a kettővel. Négyes gyakorlat. Egy, két, há, és. Ugyanígy nézzük meg a hatost. Igen, hogy elég sokféle zenekarban játszottam az elmúlt években. Legtöbb ideig a Kistehénben játszottam, ami nem egy elektronikus zene, nem egy elektronikus hangzásra épülő zene, de én ott is használtam triggereket egyébként, igen, azért, hogy megerősítsem az akusztikus dobom hangzását. Szóval van egy ilyen, szerintem egy ilyen rossz prekoncepció a dobosok körében, hogy a triggerelés az egy ilyen ördögtől való dolog, mert az arra való, hogy a hibáinkat elfedjük vele. Tehát én a Kistehénben, ahova igazából nem lett volna szükség triggerekre, oda se azért használtam, hogy elfedjem a hibáimat, mert én igyekeztem úgy a technikai tudásommal felkészülni, hogy el tudjam dobolni a számokat, hanem ez egy olyan extra hangzást tudott hozzáadni, ami a hangmérnöknek például megkönnyítette a munkáját, vagy például nekem monitorozásba segített, hogy én a lábdob triggert tudtam közvetlenül állítani magamnak. Szóval szinte minden esetben viszek valami kütyüt magammal. A Kistehénben ott is voltak a triggerek, most a Punaniban ott is triggerelve van a dob, a lábdob meg a pergő, és ott is SPDSX-en szoktam néhány alapmintát beütni, ott nincs túlzásba víve ez a hibridkedés, de azért van ott is. Tehát, hogy szükségem is van ezekre a kütyükre. De nyilván a saját projektem, ami igazából néha The Hybrid Drummer Trio, néha duó, néha egyedül lépek fel, ott pedig ez a csúcsra van járatva, ott mindig tele vagyok pakolva SPDSX-el, oktapaddal, triggerekkel, meg ott a zene is olyan, hogy igényli, hogy még hozzá legyenek rakva elektronikus minták. Mert nagyon sok house-t, meg technót játszok, meg drum and bass-t, meg olyan műfajokat, amik olyan hangzásokra van szükségem, amiket egy akusztikus dobon nem annyira lehet előcsalni. Például olyan hangot, hogy ilyet nem lehet csinálni egy akusztikus lábdobban, ezt ne vágjátok bele. Szóval igen, arra használom a triggereket leginkább, hogy olyan extra rétegeket tegyek a dobra, amit egy akusztikusból nem lehet kihozni. Például csak a legalapabbak az, hogy egy nagyon szubos lábdob, vagy egy taps a pergőn. Szóval nekem van egy ilyen kis misszióm, vagy egy ilyen
gondolat a fejemben, hogy szeretném azt, hogyha mondjuk azáltal, hogy az emberek látják, hogy én használom ezt a sok triggert, meg a sok kütyűt, kicsit közelebb kerülnének ahhoz, hogy ezek jó dolgok, és nem csak arra valóak, hogy a hibáinkat elfedjük vele. Mert sokakat az zavar, hogy jaj, fel stúdióban mindig be van triggerelve az összes dob, és akkor utána ki van javítva. Hogy én sose emiatt használom őket, hanem azért, hogy hozzáadjak valamit. Egyébként most elég sok zenekarból kiléptem az elmúlt években, mert volt olyan, hogy 10-10 pár zenekarból játszottam egyszerre, és már nagyon szét voltam forgácsolódva, mert sokat sessionködtem, meg voltak ilyen saját projektjeink, amiket kisebb-nőbb sikerrel tudtunk így fejleszteni, de aztán mindig valahogy ezek szétbomlottak. Ilyen volt például a Vopo vagy a Windo, amik szintén ilyen elektronikus hangzásra épülő dolgok, ott is sokat tudtam kamatoztatni ezeket a kütyüjeimet, meg ezeket a groove-okat, amiket én szeretek játszani. Mostanában még szoktam a BSV-nél játszani, ami meg egy ilyen trap zene, és ott most úgy lett kialakítva az élő hangzás, hogy egy ilyen autentikus trap dobolást kell csinálni, szóval nem az van, hogy ilyen rockosan van megfogalmazva az élő változata ezeknek a daloknak, hanem úgy, ahogy a felvételen szólnak, ami nekem szintén egy jó kihívás, mert ott ilyen autentikus trap groove-okat kell játszanom, és meg kellett fejteni a hangzást, hogy az is ilyen stílushű legyen. És ott is ugyanígy ez az alapsetupom, hogy lábdobpergő triggerelve van, meg az SPD-n játszom ezeket a cineket, a trap cineket, meg ott is ilyen kleppeket, pergőket. De még akkor is, hogyha elmegyek egy ilyen jazzesebb, vagy ilyen groove-osabb, funkosabb zenekarba is, akár csak sessionködni, akkor is viszek magammal valamit, mert hogy azt így bele fogom tudni építeni, és azt szerintem jó pofa, vagy mindig hozzátesz valamit, szeretek valami extrát mindig hozzátenni a megszokott akusztikus dobhangzáson kívül. Ennyi, most tényleg nem játszok máshol, vagy most így mindent lemondok már. Túl sok volt ez így egyszerre mostanában. Főleg ezt csinálom a Punani, meg a BSV-vel játszottam a nyáron a legtöbbet. Most pont július végén játszottunk a Művészetek Völgyén a Domonkos Gabival, akivel ezt a Hybrid Drummer duót csináljuk most éppen. És most azon dolgozunk, hogy ezt a projektet így felfejlesztjük, hogy kialakítsunk egy jó masszív műsort, és ez teljesen ilyen, szinte ilyen DJ-szerű elektronikus zenei műsor, így össze van kötve az összes dal, végig ilyen pumpálós, táncolható. Most ez a következő nagy projekt, amit szeretnék így felfejleszteni, hogy, és ez is a saját brandemhez kapcsolódik. Igen, hát amikor elindítottam ezt a Hybrid Drummer YouTube csatornát, akkor a fő koncepcióm az volt, hogy a Roland cuccokról fogok termékbemutatókat csinálni, mert hogy azt egy csomót csináltam már így élőben, mint demonstrátor a Rolandnak, és meg egyébként ezeket hasznos dolgoknak találtam, hogy bemutassam az embereknek, hogy mikre képesek még ezek az eszközök, és a másik tematika, vagy a másik téma pedig az elektronikus zenei dobolásba, bevezetés. De különböző elektronikus zenei műfajokról csináltam oktató videót, csináltam már trap zenéről, drum and bassről, house-ról, meg folyamatosan ilyen kis egyperces oktató videókat szoktam feltölteni, hogy csak egy groove-ot eljátszok több tempóba, kottával oda ki van írva. Szóval a YouTube csatornámnak, meg így a social media posztjaimnak egy része az ilyen oktató jellegű volt nagyon sokáig, most is sok ilyen van. De most már így próbálom átvinni a fókuszt az ilyen performance jellegű dolgokra, hogy amikor effektíve zenélek. Meg még a YouTube csatornámon sok ilyen dobloopot is szoktam feltölteni, amit azért kezdtem el, hogy én csak gyakorolni szerettem volna azt, hogy tudjak 8 percig vagy 10 percig egy groove-ot játszani nagyon stabilan, hiba nélkül. Vagy mondjuk a 8 perc alatt 3-4 groove-ot. Szóval ez egy gyakorlásképpen indult, meg arra gondoltam, hogy ez jó lehet basszusgitárosoknak, mondjuk, hogy élő dobloopokra gyakoroljanak. És aztán ez is tök nagy, vagy az én szintemhez képest tök jó nézettségeket produkálnak ezek a videók, hogy emberek erre gyakorolnak, vagy letöltik a hangmintát, és, vagy a dobgroove-nak a hangfájlját, és akkor abból csinálnak dalokat. És ezek mind ilyen hibrid hangzású elektronikus zenei groove-ok, amikből így nem nagyon vannak ilyenek, amikor egy ember játsza élőben javítás nélkül sokáig.
én ezt élvezem csinálni, mert valahogy, mert én szeretek is olyan, olyan bulikba járni, ahol mondjuk house zene szól, vagy techno zene szól, vagy drum and bass, és én kívülről is hallgatva tudom ezt élvezni, ezt a monotonitást, mert itt a hangzás az, ami a hangzás és az a repetíció, ami egy idő után meghozza ezt az extázis élményt a hallgatónak. Szóval ezt én is szeretem átélni, mint hallgató, mint egy néző, és amikor játszom ezeket, akkor is próbálom ezt az érzést felidézni, vagy megidézni magamban. És akkor ez így szokott sikerülni. Tehát egyrészt ez egy, azért nem mondom el magam, mert ez egy megfeszített agymunka, vagy gyakorlás, hogy ilyen fegyelem gyakorlás, hogy ne játszak bele semmi többet, csak mint egy gép, az, amit kitaláltam magamnak. Meg, hogy tényleg én szeretem ezeket a zenéket, amikben egy rész sokáig megy, és aztán egy nagyon kicsi változtatás jön bele, és ez egy nagyon nagy hatású is, mert nem folyamatosan változik valami, hanem csak nagyobb periódusonként. És akkor, mivel egyébként is ezekben a zenékben a dob nagyon hangsúlyos szerepet kap, úgy hangerőben is, meg a dob motivumjaira épül sokszor a zene, ezért egy kis változtatás a dobon az egy zenei történés tud lenni, és én ezt így élvezem. Még régebben csináltam egy oktatóvideót a YouTube-ra, vagy lehet, hogy többet is, ami house zenéről szól. Mindig is tanítottam embereket dobolni változó intenzitással, és akkor a pandémia alatt mentem bele jobban a tanításba, főleg online oktatásba kezdtem, és akkor több külföldi tanítványom volt, akik így engem a YouTube videóimból ismertek, és azért kimondottan azzal kerestek meg, hogy ők mondjuk house zenét szeretnének tanulni, dobolni, vagy valamilyen elektronikus zenei műfajt, de a legtöbben ezt a house-os vonalat szerették volna elsajátítani, mert az szerintem egy könnyen megfogható, hogy az egy jó kezdő műfaj, hogyha valaki elektronikus zenébe szeretne jobban belemenni. És akkor a tanítványaimnak írtam mindig a kottákat, mondjuk ha jött egy kezdő tanítvány, akkor neki ilyen egyszerűbb gyakorlatokat, csak alap lábdob variációkat. De ugye másfél évig csináltam így intenzíven ezt az online doboktatást, és az alatt egy csomó kottát készítettem a tanítványaimnak. És aztán ezeket elkezdtem így tematizálni, meg kiegészíteni, és felépíteni egy ilyen logikai sorrend mentén, vagy egy épülő nehézségi szint mentén. És akkor egyszer csak eszembe jutott, hogy ez tök jó lenne így tényleg összefoglalni, és akkor egy ilyen kotta formátumot csinálni belőle. És nyilván ma már tök elég csak digitálisan, vagy PDF formátumban elkészíteni egy kottát, de nem tudom, valamiért volt bennem egy ilyen, hogy nagyon szeretném ezt így látni, meg kézbe fogni, meg én sokat tanultam olyan kottákból, amiket levittem a próbaterembe, és akkor ott voltak, ki kellett nyitni. Tudok bele jegyzetelni, hogyha kell, de az egyébként sokkal több ember veszi meg PDF-be, mint nyomtatottan, de azért szerintem tök jó, hogy van egy ilyen is. Mindenesetre az ötlet az onnan jött, hogy igen, tanítványaimnak készítettem kottákat, és aztán ezt így összefoglaltam és kiegészítettem. És van még egy csomó a tarsolyban, csak most ezt gondolt, ez az anyag, ami most ebben a Four on the Floor-ban van, ez így egy ilyen koherens, valahonnan, valahová el lehet vele jutni, és nem akartam azt, hogy túl széles legyen a spektrum. Tehát ezzel a koncepcióval meg tudjuk hatványozni a groove-jaink számát, csak a hangszínek változtatásával. Tehát a harmadik kéz technikához is egy kicsit speciálisan kell összerakni a dobszerkónkat. Az egyik módja az, hogy vagy a lábcínünktől, a fő lábcínünktől balra elhelyezünk egy ütőfelületet, egy ütőhangszert, és akkor itt tudjuk a bal kézzel játszani ezt az extra szólamot, vagy pedig ha itt a dobszerkó közepén van még egy lábcínünk, akkor én például leggyakrabban ide a felsőtam helyére szoktam elhelyezni valami olyan hangmintát, amit így be tudok vonni ebbe a koncepcióba. Most megmutatnék pár példát, csak egy ilyen bongó hangszínnel. Ez az ötletek kiegészítő perkuszív szólamokkal ötös gyakorlat. És itt ugye egyből csináltam azt, ami a másik megközelítése ennek a technikának, amikor bal lábbal játszik a 8-as felütéseket. Most megmutatom a 11-es gyakorlatot is mindkét technikával.
igazából az első oldal is tud olyan lenni, ami nem kezdőknek való. Tehát én úgy vagyok vele, hogy a nagyon egyszerű dolgokat is lehet nagyon magas minőségben játszani. Szóval ha azt veszük, hogy az első oldal mondjuk csak alap lábdob variációk, azt mondjuk egy valaki, aki pár hónapja dobol, el tudja játszani. Viszont aztán, hogy ez a műfajnak megfelelő hangzásban és konzisztenciával szólaljon meg végig, az már tulajdonképpen egy haladó szintet igényel, akár az első oldal is. Szóval vannak benne olyanok, amik technikailag vagy függetlenítés szempontjából azért nem nagy ördöngőségek, de van benne egy-két olyan extra fejezet, olyan koncepció, ami már koordinációban és technikailag is azért egy fejlettebb szintet igényel függetlenítésben. Például van ez a harmadik kéz nevű fejezet, ahhoz eleve kell egy harmadik kezet növeszteni, szóval ez nem mindenkinek van. A harmadik kéz koncepció azonnal indult ki, hogy ezt a house alap groove-ot, vagy nevezzük house alap groove-nak, ezt igazából le lehet játszani kettő vagy három végtaggal is. És akkor marad egy szabad kezünk, amivel plusz ritmusokat, vagy plusz rétegeket tudunk bejátszani, akár csak ütőhangszer hangokat, vagy majd igazi ütőhangszeren, vagy hangmintákat, vagy bármilyen effekt hangot, amit ráteszünk az elektromos dobra, vagy az SPDSX-re. Tehát ennek az a lényege, hogy egy emberként lefedjük az alapkíséret és mondjuk a perka funkciót is. Ez a könyvben taglalva van, hogy ezt hogy lehet megvalósítani. De egyébként gyorsan elmondhatom, hogy az egyik koncepció az, hogy az egyik kezemet mozgatom csak a lábcin és a pergő között. És akkor itt van, ez szabadon van, és akkor erre van egy csomó gyakorlat, amivel ki lehet ezt fejleszteni, hogy ezzel minden ritmust le tudjak játszani bal kézzel. A másik pedig, amikor a lábamat használom a lábcinhez, és akkor is szabadon marad egy kéz. És erre van egy csomó gyakorlat a kottában, amik először a sima technikai, tehát a kicsit száraz technikai gyakorlatokat tartalmazza, és aztán pedig beleírtam egy csomó kész ötletet, a kész groove-ot, amit már ezzel a technikával lehet játszani. Hát én szeretném, hogyha amikor megkeresnek, hogy szeretnének hozzám járni dobolni, akkor azért keressenek meg, mert azt tetszik nekik, amit én csinálok. És aztán egy idő után úgy is kezdtem el, mert sok tanítványom volt, meg azért dolgoztam én folyamatosan a pandémia alatt is így a saját videóimon, meg zenéimen. És amikor szűrni kezdtem a tanítványokat, akkor az alapján szűrtem, hogy szívesebben tanítok olyan dolgot, ami engem is nagyon érdekel, mint a rock alapokat mindenkinek a kezdetektől. És szerencsére voltak csomóan, akik azért jöttek. Mert vagy valami kütyűvel kapcsolatos kérdésük volt, vagy pedig szerettek volna elindulni, hogy kezdjünk el akkor dolgozni, mondjuk a drum and bass doboláson, és akkor azt én építsem fel nekik, hogy tanítsam meg nekik, vagy az alapokat legalább mutassam meg nekik. És ezen kívül, ami még jó, hogy nem csak tanítványok keresnek meg, hanem nagyon sok felvételt szoktam csinálni embereknek, hogy a dalaikat kéne feldobolni, mert otthon így kialakítottam egy ilyen stúdiót, ahol tudok dobot felvenni jó minőségben, és akkor szintén a YouTube-os videóim, meg az Instagram-os videóim alapján sokszor írnak emberek, hogy van ez a videód, hogy ilyesmi hangzással, vagy ilyesmivel fel tudnád-e játszani a dalomat. És akkor ebből is azokat szeretem nyilván jobban, amikor nem egy, mit tudom, egy rockdalt kell feldobolni, hanem valami azt kérik, hogy legyen egy ilyen élő, de elektronikus hangzású drum and bass lüktetésű dal. Hát igazából itt most, ha ez a folyamat folytatódik és zajlik, akkor mi dobosok vesszük át a gépek szerepét majd, mert igazából ők voltak hamarabb, vagy ők ez így gépen, számítógépen, meg szekvenszerekkel készültek ezek hamarabb, ezek a zenék. És szerintem most kezd el oda jutni a dolog, hogy annyira beszivárog az elektronikus hangzás minden műfajba, hogy egyszerűen, és akkor ezek a zenekarok, hogyha élőben is szeretnének fellépni, akkor egyszerűen ott is valahogy meg kell oldaniuk azt, hogy például a dob is meg tudjon úgy szólalni, hogy ezeknek a gépen elkészített zenéknek visszaadja az erejét, meg a jellegét.
Szóval én abban bízok nagyon, hogy ez egyre több dobos fog érdekelni, a hibrid dobolás, vagy egyáltalán olyan műfajoknak a játszása, amiket eddig számítógépen raktak össze. De, és ez nem egy, és én nem vagyok egy ilyen, ez a jobb, vagy egy verseny, vagy ilyesmi. Csak egyszerűen ez most egy kiaknázatlanabb terep, mint a dobszólózás 80 tammal. Úgyhogy én azt is nagyon tudom nézni, és nagyon tudom tisztelni azokat az embereket, akik nagyon jól tudnak dobszólózni, vagy bármilyen műfajban jól játszanak. Én azért érzem azt, hogy jól én megtaláltam magam az elektronikus zene mesdjéjén, mert én szeretem ezt a zenét, érdekel az, hogy ezt hogy tudom megszólaltatni élőben, és nekem, mint dobos, új kihívásokat mutat, hogy hogy tudom ezt technikailag két kézzel, két lábbal, vagy néha három kézzel megvalósítani. Hát az a nagy megtiszteltetésért, vagy szerencse, vagy nem tudom, hogy amikor elkészítettem ezt a kottát, akkor megkerestem az amerikai Hudson Music kiadót, akik a legnagyobbak a doboktató anyagok gyártásában és kiadásában, meg egyébként más zenei oktató anyagokat is forgalmaznak, és nekik tetszett ez a könyv, úgyhogy először az ő oldalokon volt ez elérhető. Ők e-book formátumban készítették el, tehát ott videók is csatolva vannak a kottához. Ezen kívül itt az Intermusica hangszerboltban lehet például kapni, és a honlapomról is le lehet tölteni, vagy meg lehet rendelni. Azért 12 évesen kezdtem el dobolni, eleinte sokáig csak úgy magamtól, vagy ilyen ismerősök mutogattak dolgokat, és akkor mindig egy kicsit magamhoz felszedtem. És aztán ott én szabadszállási vagyok egyébként, és akkor ott a környéken jártam magántanárokhoz pár évig, és aztán 18 évesen mentem a kőbányai zenesuliba. És ott oda jártam 4 évig, Németh Gáborhoz, tőle rengeteget tanultam. És meg hát egyébként így az internetről is sokat tanultam, vagy videókból, vagy csak azáltal, hogy néztem másokat, így próbáltam mindig ellesni valami újat. Ez a kotta igazából a gyűjteménye a szükséges technikai gyakorlatoknak, amikkel house és techno groove-okat tudunk játszani. Hát vannak benne lábdob variációk, pergő variációk, lábcím variációk, ezeknek a keverése. Technikai koordinációs gyakorlatok, ilyen fokozások, az a harmadik kész technika, amit már említettem, és meg ez mindegyik fejezet után van egy összeállított gyakorlatsorozat, kvázi transzkripció, szóval minden szükséges össze van gyűjtve, és még van hozzá pár olyan kiegészítés, ami szerintem egy ilyen egyedi koncepció. Hogyha valaki szeretne ebből egy példányt ingyen, akkor csekkolja az Intermusica Instagram oldalát, és ott lesz egy poszt, ahol le van írva a menete annak, hogy hogy juthatok hozzá egy könyvhez ingyen. Köszi a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel az Intermusica csatornájára, meg az enyémre is azért, és osztátok meg a videót, keressetek bátran engem személyesen, vagy az interneten, a social media felületeimen, állok rendelkezésetekre. Sziasztok!